Üdvözlök mindenkit ebben a videóban! Nos, ma is a GBL Tune 225-os lesz a téma, amiről már kiraktam egy tesztet, nézzétek meg, hogyha nem láttatok. Azonban most nem tesztet láttok, hanem 5 darab trükköt és tippet ezzel kapcsolatban. Ugye tudjátok jól, hogyha én egy kütyűről csinálok videót, akkor van egy teszt, meg általában van egy tipp és trükk videó. Ez pont azért van, mert a tesztben nem tudok minden apróságot beletenni. Csak a lényeges dolgokat, illetve hát a főbb dolgokat. A tipp és trükk videókban pedig az apró, de hasznos dolgokat teszem bele. Úgyhogy ezt fogjátok látni. Remélem, hogy érdekes lesz ez a lezáró videója egyébként a GBL T225-nek. Úgyhogy hát akkor nézzük meg az öt tippet és trükköt és fantasztikus dolgot. <laughs> nézzük akkor. Nos, az első dolog, amiről nem beszéltem, de fontos lehet, az a mono mód. Az azt jelenti, hogy egy fülhallgatót is tudsz használni, ha szeretnél, és például ilyenkor headsetként tök jól használható, hogyha mondjuk vezetsz, egyet beraksz a füledbe, és telefonálni szeretnél, akkor, akkor, igazából egy darab is rácsatlakozik, nem muszáj, hogy mind a kettőt kived a tokból. Ez az úgynevezett mono mód. Hát mondom, ez igazából tényleg olyan, mint egy headset, tudjátok például vezetés közben tökéletes megoldás lehet, hogy hald a forgalmat is. Szóval csak annyi a dolgunk, hogy egy darabot veszünk ki, rácsatlakozik a telefonra, és akkor igazából szól belőle a, hát akár zene is, de most egyel nem hiszem, hogy zenét hallgatunk, hanem inkább szól belőle a másik fél is. Tehát ez lenne az első tip vagy trükk, a mono mód. És egyébként ez nem alap, tehát ez nem minden bluetooth-os egy opció, tehát ezért is megér egy említést. Második érdekesség ugye a fülhallgatón található LED, amit itt láttok egyébként. hogy a fehéren világít, akkor az a töltést jelenti hogyha fehér kéken villog az a párosítást, és ha kéken, akkor pedig az, hogy csatlakozott. Tehát itt is visszajelzi a fülhallgató ezen a kis leden, ami most nyilván nincs fókusz. Nézzétek meg, mindjárt kékre fog váltani, elméletileg, hogyha csatlakozik. Igen, és most csatlakozott, letjátok. Szóval visszajelzi a led. És ez is tök jó, hogy például meg tudsz bizonyosodni arról, hogy tölt-e a fülhallgató, ha berakod és fehéren világít, akkor az azt jelenti, hogy tölt. Ez egy nagyon hasznos dolog egyébként, és eléggé rejtett. Tehát nem feltétlenül veszed észre először, vagy így egyből, hogy mi a helyzet, de itt ezt vissza is jelzi a fülhallgató. Következő dolog az a gombokról szól, ugye elmondtam a tesztben, hogy lehet léptetni számot, illetve van számmegállítás opció is. Hát kicsit másra is jó, ugye, hogyha van egy beérkező hívásod, akkor ha egyszer megnyomod, akkor felveszi a hívást, Úgyha még egyszer megnyomod, ugye hívás közben, akkor leteszi, tehát akár hívást is lehet vele fogadni, nem muszáj a telefonodat elővenni. Illetőleg nagyon fontos, hogy a három másodpercig nyomva tartott hívás közben, akkor lenémítja a mikrofont. Ez is egy érdekes dolog, mert hát igazából ezt sem nagyon szokták megemlíteni, de ez is hasznos lehet például, hogyha mész valahova, és nem akarod, hogy a másik fél halljon, akkor három másodpercig megnyomod a gombot, lenémül a mikrofon, és akkor tudsz beszélni mással, vagy nem tudom. Tehát ez is egy elég hasznos dolog, szerintem legalábbis, ami nincs nagy dobra verve a füles kapcsán. Ugye még a töltögetéssel kapcsolatban elmondtam, hogy 25 órát bír összesen ez a fülhallgató tokos túl, tokavonóval. viszont azt nem mondtam, hogy ha a füles teljesen lemerül, akkor elég neki 15 perc ahhoz, hogy egy óra zene hallgatás biztosítson. Tehát lemerül a fülhallgatót, berakott 15 percre a tokba, akkor egy óráig zenét tudsz utána hallgatni, ami egy nagyon jó dolog. Egyébként a fülhallgató nulláról százra egy órán keresztül tölt, tehát egy órán belül föltölt. A tok nulláról százra viszont kettő órán keresztül tölt, tehát kb. így kell elképzelni. Ez szerintem teljesen korrekt, már csak azért is, mert 5 órát bír a fülhallgató, tehát 5 óra zenehallgatási időt tud, és 5 óránként 15 percre le kell raknod, szerintem az úgy, 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 úgy eléggé korrekt, legalábbis én még nem léptem túl soha a kapacitását, úgyhogy ez, ezt akartam még elmondani ugye a töltögetésről. És az utolsó pont az újra párosítás, erről nagyon kevés szó esik, de nagyon fontos szerintem. Az a lényege, hogy természetesen bármilyen Bluetooth eszközhöz hozzá lehet csatlakoztatni, tehát akár egy számítógéphez is. Viszont ha már a telefonodra van mondjuk csatlakoztatva, akkor ugye automatikusan arra fog rámenni. Tehát akkor felmerül a kérdés, hogy lehet újra csatlakoztatni, vagy újra párosítani. Nagyon egyszerű, első körben a telefonodon ki kell kapcsolni a Bluetooth-t. Ez az első, tehát kapcsolod ki a Bluetooth-t, tedd vissza a tokba fülhallgatót, majd vedd ki újra, és akkor magától át fog állni, mivel ugye nem tud rácsatlakozni, magától át fog állni párosítás üzemmódba, mint látjátok, ez a párosítás üzemmód, nem tudom, hogy van-e fókusz, amikor így villog kéken és fehéren. Ha párosítás módban van, akkor pedig ugye hát normális módon rá kell csatlakozni mondjuk a számítógépet, de ez a módja, külön így, így hogyha hosszan nyomod, akkor nem lép párosítás módba, tehát igazából ha nem tud rácsatlakozni valamire, akkor áll át erre a párosítás üzemmódra. Hát ez az utolsó trükk, hogyha több eszközzel használod, akkor ki kell kapcsolod a Bluetooth-t azon, amin eddig használtad. Lényegében végül is ennyiről van szó. Na úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ez lett volna az öt ö, trükk és tipp a GBL fülhallgató kapcsán. Remélem, hogy tetszett, dobjatok egy like a videóra mindenképp, ha tetszett, iratkozzatok fel, és a többi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!